Sziasztok, srácok! Én Tankét vagyok. Erre kezdtünk az év utolsó videójához, ahol is szerettem volna nektek megköszönni ezt a 2021-es évet. Nemrég visszanéztem a 2020-as évünket, hogy ott mit sikerült elérnünk, és mik voltak a terveink ugye, erre a 2021-es évre. És ott mondtam el, hogy akkor jelenleg volt 2500 feliratkozónk itt a YouTube csatornán, illetve olyan 7000 körül a Twitch csatornámon, és az volt a terv, hogy ebbe az évbe megduplázom mindegyik platformon a feliratkozók, illetve a követők számát. Na Most itt ez YouTube-on nem duplázni sikerült, hanem megháromszorozni, hiszen már több mint 8000-en uh, vagytok feliratkozva a csatornámra, illetve a ti csatornámon majdnem sikerült a duplázás, mivel 13600 körüli számmal rendelkezek ott, illetve a Discord szerverünkön is, ahol elképesztően jó közösségünk van, ott is már több mint 1500-an vagyunk. És tényleg nagyon-nagyon szépen szeretném mindenkinek megköszönni, aki feliratkozott itt a YouTube csatornámra, vagy követett a Twitch csatornámon, és jövőre szerintem ugyanezek lesznek a terveink, tehát ezek a duplázások, triplázások, és lehetőleg minél több emberhez eljutatni a, a tartalmunkat. És van pár dolog az évben, amit szerettem volna kiemelni és megköszönni nektek. Ugye volt most nyáron a Volt Day 2021 verseny, vagy inkább úgy gondolom, hogy esemény, amit ugye sikerült megnyernünk, amit nagyon-nagyon szépen köszönök nektek. Illetve most az év végén ugye Mr. Chef, ugye aki a esport egyre is szokott írni, másik streamer, illetve youtuber kolléga, ugye lehozott egy cikket, hogy kik lehettek a fotós kategóriába a top magyar youtuberek, illetve streamerek, és mind a kettő helyen sikerült behúznunk az első helyet, ami, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon szépen Na, vagy szeretném nektek megköszönni ezt, mert ugye nyilván magamtól ez nem teljesülhetett volna, Ez kellett a ti segítségetek is, és úgy gondolom, hogy tehát ezt amikor így megláttam, akkor nagyon-nagyon akkor büszke lettem, mert úgy éreztem, hogy tényleg az a munka, meg idő, amit ugye belefektetek a csatornába, az, az tényleg látszik is, és úgy látszik, hogy élvezitek, amit csinálok, és jövőre, ugyanilyen ütembe, vagy még inkább szeretném tolni a kontentet. Ugye sokan tudjátok, hogy ebbe az ébe nagyon sok problémám volt az internettel, mivel egy ilyen kis falu lakom, ahol mondjuk azt, hogy nem a legjobb az internet, és nagyon sok dologba ugye megállít, és nagyon sok dologba akadályoz, de ha minden igaz, kaptam olyan információkat, hogy hamarosan bevezetek ide hozzám is az optikai netet, és akkor ezerre fogjuk tudni pörgetni a kontentet. Még egy dolog van, ami az évben egy picit megállított, az nem más, mint a Krón betegségem, ugye sokan tudják rólam, hogy én Krón beteg vagyok, de remélhetőleg ez majd a jövőben próbálok rá valami megoldást találni. Vannak ötleteim, ma beszéltem dokikkal, mit lehetne csinálni, úgyhogy talán ez is a következő évben valamennyire megoldásra fog kerülni, és akkor tényleg, már nincs, ami mink, megállítson minket, megállítson minket fogjuk ezzel el a kontentet. Úgyhogy srácok, hölgyek, urak, én szeretném még egyszer nagyon-nagyon szépen megköszönni nektek, hogy velem tartottatok 2021-ben. Nagyon sok mindent elértünk, jövőre még tovább fogjuk pörgetni a kontentet, és remélhetőleg ö, még többet el tudunk érni. Mindenkinek kívánok ezzel a videóval boldog új évet. Ma még lesz egy streaming srácka YouTube, ö, uh, nem YouTube csatornámon, a Twitch csatornámon, hogy szeretnétek oda ellátogatni, akkor a linket lerakom a videónak a leírásában, nyugodtan gyertek be, köszönjetek be, valószínűleg még évfél után is fogunk egy pici streamelni, megünnepeljük közösen az új évet, úgyhogy minden új embert várok ott. Köszönöm szépen még egyszer, mindenkinek boldog új évet, két voltam, jövőre találkozunk. Sziasztok!